A dombovári tüskettóhoz települtek ki a járás vadásztársaságai és horgász egyesületei, akik örömmel fogadták el a meghívást a másodízben megrendezett gasztronómiai fesztiválra. 2021-ben döntöttünk úgy a térség 11 egyesülete, hogy tartunk egy nyári családi napot. Ennek szinte minden egyesületben volt hagyománya, de azt gondoltuk, hogy csináljuk együtt, és tavaly Csikos Tötös volt házigazdája ennek. Én, mint a horgász egyesület helyi elnöke, stafétabotot továbbadtam a dombovári tüskei horgász egyesületnek és a dombovári vadásztársaságnak, hiszen ma kettők összefogásából lehetünk itt. Azt gondolom, hogy magyarok vagyunk, és akkor érzek jól magunkat, hogyha sütünk, főzünk, de kell, hogy legyen virtus is az életünkben. Ezért szorgalmas horgászaink 6 órakor már nekiálltak becázni, főzők megérkeztek 8 órakor, és a megnyitott követően 9:30-kor elindult a sorverseny is. Három versenynek az eredmény alapján derül ki, hogy a tavaly alapított vándorserleget az idén ki fogja továbbvinni. Fontosnak tartom, hogy minél többen legyünk, minél jobban érezzük magunkat. Azt gondolom, hogy minden adott hozzá, hiszen olyan környezetbe érkeztünk ma is, hogy tényleg aki szereti a természetet, és horgászok, vadászok mi szeretjük, el tudunk tölteni egy kellemes napot. Az érdeklődőkre a főzés és a vadáti beszélgetés mellett egy több állomásos pálya várt, ahol az összeállított feladatok között voltak tudást és ügyességet igénylők is. Nagyon kellett figyelni arra, hogy a kétféle társaság, tehát a horgászok és a vadászok megfelelő súllyal kapják a állomásokat, és ez alapján a pontokat is, hogy ne legyünk részlehajróak, hogy csak a vadászoknak, vagy csak a horgászoknak kedvezünk. Ezen kívül az állomásoknál próbáltunk egy kis színességet is belevinni, ezért különböző nem horgászat és vadászathoz kapcsolódó állomásokat is telepítettünk az akadálypályára. Van célba lövészet, vadászoknak kedvezve, aztán van célba dobászat, a horgászoknak kedvezve, vannak kutyás kérdések, egy kutyás kvíz, ami senkinek nem kedvez, csak aki ismeri és szereti az állatokat. Aztán van egy Magyarországgal kapcsolatos kvíz és puzzle játék, amiben szintén belevittünk egy kis svéd csavart. Nem hagyományos puzzle darabokból kell kirakni Magyarországot, hanem a megyékből kell kirakni. Nem egyszerű, ezt elárulom, amikor én ezt végigjártam, akkor azért oda kellett rá figyelni, valamint különböző kérdésekre kell válaszolni Magyarországgal kapcsolatosan, például fel kell sorolni Magyarország megyeit, megyejogú városait, stb. És ezeket pontozzuk. Aztán van egy olyan feladat, ahol vegyesen a két társaság együtt vesz részt kis csapatmunkába, ez trófeabírálat, illetve halfelismerés, valamint a halakból ki kell válogatni, ezt se tudják a csapatok, ki kell válogatni a védett halakat, hiszen hát nem arról szól a horgászat sem, hogy mindent kifogunk és hazaviszünk, hanem különböző tudás kell ezeknek a sportoknak a végzéséhez, valamint egy mindenki számára normális feladat, távolságbecslés, hány méterre van az a pont, amit kihelyeztünk. 2 kilométeres pálya várt a 4 fős csapatokra, amit időre kellett teljesíteniük. A társaságok többi tagja pedig azon szaggoskodott, hogy elkészüljön az ebéd. Nagyon örülünk neki, hogy elindult egy ilyen rendezvénysorozat. Ugye először tavaly voltunk Csikóstötösön, és nagyon-nagyon tetszett nekünk ez az egy kicsi összejövetel. Így a horgászok is, a vadászok is egy közös napot tudunk tölteni, és akkor ez a hagyomány tovább megy, és nagyon jó egyrészt, hogy így összejövünk, barátkozunk, beszélgetünk, megkóstoljuk egymás főztjeit, mi is sok mindennel készülünk, itten a hátam mögött sütünk nyáron egy bárányt, sütünk egy malacot, azon kívül, ugye mivel én onnan Horvátországból származom, ottan van egy magyar falu, Kopács nevezetű, tőlük tanultuk ezt a csiptetett pontyot, és ez is nagyon sok sikert szokott hozni nekünk. Csiptetett pont, ez azt jelenti, hogy ugye hát pontból készül, és nem a hasán vágjuk föl, hanem a hátán, és akkor így megnyissuk, és akkor ilyen, mind a csiptetőbe tennénk, tehát így a csiptetőbe rakjuk bele, és azt, hát mi vegetával szoktuk fűszerezni, és akkor itt lassú tűzön azt a úgy megsütjük így egészbe a pontyot. Hát nagyon szép az a látvány, meg finom is. Itt összejön minden. A szakmai beszélgetés, a baráti beszélgetés,
Mi is úgy készültünk, itt akkor megkóstoljuk egymás főztjeit. A vadásztársadalmat a hölgyek is képviselték, akik létszáma országos szinten már meghaladja a 3000-et. Én egy olyan személyiség is vagyok, aki nagyon szeret barátkozni, és ez már köztudott rólam, úgyhogy nagyon sok fiatal lányt indítottam el ezen az úton, akik azt mondták, hogy inspiráltam őket, és hogy ezért lettek vadászok, és hogy az életük is megváltozott a természet közelségétől. Megírtam a könyvemet, és az olyan nagyon nagy szerepet játszik ebben, mert ugye annyi fórumon előkerült, és megismerték az emberek a vadászatnak a szépségeit, hogy ugye nem minden itt a lövés pillanatáról szól, hanem sokkal inkább a természet szeretetéről, a vadállomány gondozásáról és a hozzáfűződő élmények sokaságáról. Két gyerkőcöt nevelek, a két fiamon szeretném bemutatni, hogy hihetetlen az a harmónia és szimbiózis, amiben ők bekerültek, azáltal, hogy hordjuk ki lajtos kocsiba a vizet, főleg ebben az aszályos időszakban, ugye meg az almát, a lédus gyümölcsöket, tehát nem az lett fontos számukra, hogy a monitor előtt, a számítógép előtt üljenek, hanem sokkal inkább egy szebb és egy tartalmasabb élet. A társaságok által készített finom ételek felett jó hangulatú szakmai és baráti beszélgetések zajlottak a második gasztronómiai fesztiválon.